Sziasztok, üdvözöllek titeket újra egy nagyon-nagyon spontán videóban, itt vagyunk a Béketéren, és ma a Citaro, SVF Connectóval fogunk utazni. Aki esetleg nem tudná, hogy mi ez az SVF Connectó, így kezdődik a járműnek a rendszáma. Ha jól tudom, 652-es megy tovább, hanem akkor elnézést mondok, de hát ezt mindjárt látni fogjuk, hogy mi a különleges ebben a Connectóban, azt el is mondom gyorsan. Más utastájékoztató rendszer van, tehát más megálló kijelző tábla, a kapaszkodók más színezékük, más indítás jelző, na, már én sem tudok beszélni, este 9 óra van körülbelül, és ma van az utolsó napom itt Budapesten, erre a következő 2 hónapra, és OpenBV Gamernek, aki éppen osztálykiránduláson van, na éppen a biciklisávon álltam, írtam, hogy az SVF 32-esen egy nagy pótlás, azt mondta, hogy elég nagy pótlás, vagyis nem olyan nagy, hanem egyszerűen különleges ezt a járművet itt látni, és ezért gondoltam, hogy ha már itt vagyok a közelben a Nagy Lajos Király ügyet Szobor utcán, leugrok ide, úgyhogy most már percek ebből érkezik is a járművünk, és várjuk ezt. Ott látjuk a járművünket. Ugye kívülről teljesen úgy néz ki, mint egy eredeti konnektó, de már aki jól lát, az látta már, hogy ott sárga kapaszkodókkal van felszerelve ez a jármű. Egyszer már készült róla a videó, viszont annak idején még nem beszéltem a videóban, csak egy menetfelvétel volt, és most viszont meg fogjuk nézni ezt a csodaszép járművet, ami nem gondoltam, hogy egy konnektóra valaha használom, hogy csodaszép, de nekem tényleg tetszik ez a design a sárga kapaszkodókkal. Szóval itt vagyunk fent az SVF Connectón, és mivel most nincs olyan sok időm, ezért kezdjük is a gyors járművel mutatást, ugye látjuk, hogy itt nem lavó kijelzőkkel van felszerelve a jármű, hanem buzsa, és különben ez, hogy így ilyen furán néz ki a kamerán, az kamu, mert a kamera rosszul veszi fel, szóval rendesen el lehet olvasni, tehát áll a felirat, tehát nem kell ide-oda, tehát hogy egy felirat nem tűnik el, ugye most a kamerán úgy néz ki, mint hogy így folyamatosan eltűnne, mint egy fogdiemnél, de a felirat az áll, úgyhogy ezt rendesen lehet is látni. Kezdjük tovább, hogy mi különleges, még hogyha a leszállás érzők megnyomjuk, akkor nem zölden világít, hanem pirosan, és ami még egy nagy különbség, elnézést, félre nyeltem, egy nagy különbség konnektókhoz, hogy ebben a konnektóban itt USB töltő is el van szerelve, tehát hogyha egy kicsit hosszabbat utazunk és van időnk, akkor itt tölthetünk telefont is, vagy bármi mást, ami van töltőkábelünk. Folytatásban azt tudom mondani még, hogy itt az ajtó egy kicsit jobban van kijelölve, hanem jól tudom, hogy nincs a konnektó, eredeti konnektó, ami eredsze, különben a kapaszkodók ugyanúgy vannak elhelyezve, csak ugye nem kék, hanem sárga színű. Az indítási jelző ugye aztán megint teljesen más, nekem az MFV logókra emlékeztet nagyon. És viszont az indítási helyzet mindjárt meg is fogjuk hallgatni, pontosan, hogy olyan hangja, és különben a plexifal a vezetőállásnál is teljesen más, azt is meg fogom próbálni majd megmutatni, de ha jól tudom, akkor az ülésnek az elrendezése eléggé hasonló. Igen, ez megint egy olyan busz, amire azt mondom, hogy nagyon hasonlít a német buszokra, úgyhogy most előre is fogunk menni, és meg fogjuk nézni. Különben jól tudom, akkor a motor is természetesen ugyanaz, mint egy konnektóban, amit viszont ott részveszünk, azok a lyukasztók, azok egy kicsivel másabbak, mint a konnektóban, nem ezek a citromsárga színűek, hanem ilyen szép narancsárga lyukasztók, amik nem is tudom milyen járműben bukkanak nagyon sokat fel. Talán a kaffokon, nagyon nem vagyok most így aktív, ebben nem szoktam figyelni, hogy milyen lyukasztó van a járműzeken, de szerintem kaffon szokott ilyen villamoson felbukkanni. És ugye láthatjuk, hogy a plexifal már egy kicsit más, ugyanis nem teljesen zárt a fal, hanem ilyen félig nyitott, tehát fentről indul, teljesen bezárva, és lemegy ilyen félig nyitottra az egész. Ott van ugye még egy állomás kijelző tábla, és ez a busz egy brutálisan tiszta. Nagyon szép állapotban van, és ugye a nyikorgása sajnos, ahogy már mondtam, szerintem meg is van. Klíma természetesen van ebben a járműben, csak a beltéri berendezés egy kicsit más. Ugye itt is látunk egy pár jelenhagyható és ilyen vasból lévő kapaszkodókat. Ezek különböznek ugye a másik konnektóktól. Azon kívül ugye annyira sok különbség nincs, tehát egy ugyanolyan konnektó, csak a beltéri. Kicsit más, és most meg fogjuk maradni természetesen az indítási jelzőt is ennek a csodaszép járműnek. Vágányok, Robert Károly között.
Szóval itt úgy néz ki, hogy kettőt, hármat csipog először, és utána egy folyamatos csipogás, amíg az ajtó bezárulik. Villog kettőt a lámpácska ugyanúgy a ritmusoson, mint az indítási jelző csipog, aztán utána égve maradni, közben zárulik az ajtó. Őszintén megmondom nektek, az indítási jelző nekem jobban tetszik, mint az eredeti konnektorban. Szerintem nem tudom, jobban lehet egyszerűen hallani, hogyha bezárulik itt az ajtó. Mondjuk például egy föld alatti gondolkodtam pont, amikor ezzel lebutasztam, egy kis fun fact, hogy a föld alattira igazából az indítási jelző nagyon teljesen felesleges, ugyanis eléggé jól halljuk, hogyha bezárulott az ajtó. Igen, most már az új indítási jelző van benne, az most már azért segít, hogy előtte csipog, viszont a bemondás elég lenne, ugyanis az ajtót azt ugye halljuk elég hangosan, ami zárulik, de most akkor meghallgatjuk mi egy kicsit ezt a húcsot, a szép járműtet. Ja, és gondolom, aki már észrevette, hogy ennek sárga kapaszkodója van ezen a járműben, tehát mindjárt ezen a sárga stílussal van egybe, és különben rohadt jó dolognak tartom, hogy vannak ilyen USB töltők benne. Mondjuk most, nem tudom, egy 32-es, az mondjuk ilyen pont összesen 32 percet közlekedik. Annál nincs értelme, hogyha a régebbi telefon azért eléggé lassan tölt, de mondjuk akinek van gyors töltője, annak gyorsan feltölti, így hát nem tudom, azért nem a legokosabb, ez mondjuk olyan buszokra jó, ami mint például a 97-e azért volt. Egy jó 15 percet megyünk ki az első megállóig, vagy visszafelé, és ugye bentről a Rákoskert Sugár úttól. Ott először jön egy pár megálló, aztán ugye befelé az Ösvezérterére van egy 15 perc út, ott talán megéri ilyen töltőt rakni, de hogyha mindenki itt tele van, és ott az egyik ott a kábeljével marháskodik, akkor az marháskodik, nem tudom mit beszéljek, ott az egyik kábeljával szarakodik, akkor az nem a legutasbarátabb. Töltő opció mindenképpen a buszon, mondjuk a szuper éve nekem ugye jobban tetszik, mert ugye azzal kényelmesen lehet simán egy órát is utazni. Kábel, vagyis egy ilyen kis madzar. Na jó, figyeljetek ide, lehet, hogy ma már nem beszél semmit. Egy kis lezáró
egy lezáró kötél van oda a vezető álláshoz és az ajtóhoz. Ezzel ugye azt kell a tájájézőt, hogy álljunk a vezetőnek a látóterébe. És most megjönnek szépen a leszállási jelzőt, ami szépen pirosan világít, itt különben egy kis kék van benne, és leszállunk. Különben egy dolog, ami elképzelhető erre a járműre, hogy az oktatóbusz volt, ugyanis ott éppen láttuk ezt a két fémlapot, az valószínűleg az oktató ülésnek a fixáló lyukaknak a maradéka volt. Szóval megnézzük most, hogy hagyja el ez a jármű a megállót. Igen, nem a legtisztább, nem a leghalkabb, de szerintem egy nagyon szép járműről van szó, és egy konnektorról beszélünk, gyerekek, úgyhogy ez azért szerintem egy nagy dolog, hogyha én konnektorról azt mondom, hogy szép, és valamennyire tetszik nekem, de hátul észrevettük ugye, hogy a 32-es tábletet hátul a hátsó kis szám kijelző, mint hogy egy kicsit nagyobb lenne, vagy kicsit formásabb lenne, nekem az is jobban tetszett. Most ha jól tudom, az ADR buszoknak kint ki is van írva szám, tehát egy nagy kijelző van, és ki is van írva a végállomás, vagyis az is egy első ajtós felszállás. Szóval ennyit erről a jó kis SVF-ről. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer nagyon nagy elnézést kérek azért, hogy én most ennyire sokszor beszéltem félre, és nem volt a szándékom, de már 19 óra van, ami annyira nem késő nekem, csak én holnap hagyom el ugye Budapestet, mert véget ér nekem is az iskolaszünet, és ezért mindig nagyon nehéz a búcsú nekem. Ez volt most az utolsó videó, amit készítettem, akit érdekel, ma április 2-a van, kedden, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és ha visszatérek Budapestre, akkor a következő videóban is személyesen is találkozunk. Sziasztok!